Már most zajlik a téli gumik cseréje az autószervizekben. Bár Magyarországon nem büntethető, ha valaki nyári abroncsokkal közlekedik télen, biztonságunk és mások biztonsága érdekében mindenképpen érdemes lecserélni azokat, ha már tartósan 7 fok alatt alakul a hőmérséklet. A használt téli guminál ugye a profilmélysége elég jól lekopott, ez már egyébként sem felel meg az útviszonyoknak, plusz valószínűleg valamilyen futómű beállítási probléma is volt az autónak, ez teljesen használhatatlanra kopott. Ugyanis a téli gumik profil mélységének általában 4 mm-t meg kell haladniuk, ez egy ilyen szabály hozzájuk, amit láthatunk, hogy az új téli gumi az körülbelül a duplája, az olyan 8-9 mm, ez sokkal jobb tapadást biztosít. Fontos az abroncs évjárata is, ezt általában az oldalán jelölik. Az 5-6 évnél idősebb gumikat már nem érdemes használni, mert nem biztosítanak elegendő tapadást a csúszós úton. Az új téli gumi a nyárihoz képest a felével, a használt téli gumihoz képest körülbelül 30%-kal csökkenti a féktávolságot. A szervizekben már érezhetően többen jelentkeznek, hogy lecseréljék a nyári abroncsokat. A gumik, illetve a szerelés árában viszont jelentős a változás. 30-40%-os drágulást veszünk észre a gumik árában, felszerelésben pedig olyan 10-15%-os az, ami a munkadíjban a drágulás, ami tapasztalható így az ismerősök között. Sajnos ezt ugye hozzák magukkal az infláció és stb., úgyhogy mindenkinek emelnie kellett sajnos az áraikon. Bár még jó időre számíthatunk a következő hetekben, mindenképpen érdemes minél előbb téligumira váltani, még az első fagy és a hó előtt.